A nap első mérkőzése alaposnak indult, de tekintettel arra, hogy az első fordulóban a csehek vereséget szenvedtek az oroszokkal szemben, várható volt, hogy mindent beleadnak, mert számukra csak a három pont jelenthetett reményt a továbbiakban. A görögök pedig, bár az első fordulóban az egy pont nem tűnt rossznak, szintén győzelmi kényszerben voltak. A csehek már a meccs legelején óriási tempó diktáltak. Az első percekben Petőri Gyirácseknek egyből sikerült betalálnia. A Hellén csapat még fel sem vette a meccs ritmusát. A gól lesokkolta őket, elsősorban a kapusukat, akinek hibája után Václav Pilár megszerezte a második gólt. A következő félidő jobban indult a görögöknek. Az 51. percben Teofanis Gekas cserejátékos Petr Cseh hatalmas bakia után visszahozta a csapatát. Szépítettek a görögök és beállt a 2-1-es végeredmény. Varsóban az esti összecsapás már a pályán kívül elkezdődött. Az utcákon a lengyel és orosz futballhuligánok egymásnak estek, polgárháborús helyzetet kialakítva a város jelentős részén. A két ország ellenséges viszonya a történelmi múltban gyökeredzik, kapcsolatuk pedig a politikai jelenben feszültnek mondható a játékosok között is forta levegő. Láthattunk hazai lesgót és számtalan kőkemény belemenést. A 37. percben váratlanul előnyhöz jutottak a vörös mezesek. Ársevin baloldali szabadrugására az ötösön Alán érkezett, fejjel a hosszú sarokba csúsztatott 0-1. Az 57. percben jött a válasz. Lecsapott egy Jakub bomba a Varsói éjszakába. 16-ról irgalmatlan erővel kilőtte a jobb felsőt. A végeredmény 1-1.